Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. A járványhelyzet helyi aktualitásai. Online oktatásra tért át az általános iskola felső tagozata. Solt Vadkerti trombitás sikere. Véget ért a megyei első osztályú bajnokság. A jelenlegi járványügyi helyzet miatt november 4-től életbe lépett a rendkívüli jogrend. Ennek értelmében este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom van érvényben. A felsőoktatási intézmények és a középiskolák digitális formában működnek tovább, a nagyobb városokban pedig közterületeken is kötelező a maszkviselés. November 24-től pedig újra bevezették a vásárlási idősávot. Temerini Ferenc polgármestert a járványhelyzet legújabb rendelethelyi vonatkozásairól kérdeztük. Polgármester úr, melyek most a városunkra vonatkozó legaktuálisabb kérdések a jelenlegi helyzetre vonatkozóan természetesen? Hát gondolom a koronavírusról kell első helyen beszélnünk, mert ez most, ami az életünket alapvetően meghatározza. Ahogyan azt tavasszal vártuk, hogy sikerül-e vajon elkerülnünk ezt a járványt, vagy csak azt sikerül elérnünk, hogy viszonylag elnyújtva, enyhe lefolyású legyen. Hát sajnos azt kell megállapítanunk, hogy elkerülni nem lehetett, benne vagyunk a közepében, és egyre súlyosabb a helyzet, így Solt-Vadkerten is egyre több a fertőzött. Ezt már számszerűen megmondani sem tudom, mert egyrészt én hivatalosan értesítést az igazolt fertőzöttekről már régóta nem kapok. Nem hivatalos információm azért volt erről, de most már a karantén szabályok is olyan sokfélék, és annyira nehéz összegezni a számokat, csak azt tudom mondani, hogy sok tíz embert érint, akik pillanatnyilag is igazolt betegek, és hát nagyon sokan lehetnek olyanok, akik még tesztelésre várnak, vagy már kigyógyultak, tehát nagyon-nagyon sok embert érint Solt-Vadkerten is. Így aztán a mi intézményeink sem mentesek ez alól. Az Egyesített Szociális Intézményben is egy-két kolléga beteg volt, most már szerencsére meggyógyult és újra dolgozik a hivatalban is, és hát az Egyesített Óvoda Bölcsöde dolgozói között is voltak pozitív dolgozók. A bölcsöde kényszerűen be is zárt, ez már jó régen volt, ez volt az első komolyabb probléma a vírussal kapcsolatban, tehát a bölcsöde már azóta régen megnyitott, működik gond nélkül. Nyilván egy-két dolgozó időnként kiesik, nem csak koronavírus fertőzés miatt, hanem egyéb felső légúti betegségek miatt is, de szerencsére eddig az óvoda a bölcsödei bezárás óta gond nélkül üzemel. A hivatal és a szociális intézmény is a fertőzések ellenére működött, nem kellett bezárni. Itt is most már a hivatali kollégáim jönnek vissza a betegség után. Sajnos az iskolában most éppen a múlt hétvégén kellett bezárni a felső tagozatot. Az alsó tagozat az működhet, a művészetoktatás működhet, de hát a felső tagozatban túl sok pedagógus betegedett meg, emiatt a felső tagozat átállt távoktatásra, ha jól tudom, december 7-ig egyenlőre. Ennek kapcsán, mikor ezek az első fertőzések megjelentek, akkor az önkormányzat a saját intézményeiben ilyen önként vállalt fizetős tesztet ajánlott a dolgozóknak. Ez a legmegbízhatóbb úgynevezett PCR teszt, ezt minden dolgozón elvégeztük, illetve az óvodánál, azoknál a dolgozóknál, akik ezt igényelték. A szociális intézmény valamennyi munkatársa, a hivatal valamennyi munkatársa, és az addigra már igazolt fertőzések után újabb fertőzéseket ez a teszt nem mutatott ki.
Azóta sajnos már egy-két esetről tudunk. Viszont az engem megdöbbentett, hogy az óvoda munkatársai, óvoda pedagógusok nagyon kis százalékban, kis arányban éltek a felkínált lehetőséggel. És úgy tudom, hogy az iskolánál elkezdett országos központi szervezésű tesztelés, ami a múlt héten volt az első köre ennek, az iskolai tesztelésen is jó néhány pedagógus nem élte a felkínált lehetőséggel. Ez nekem megdöbbentő vagy elkeserítő egy picit, mert ez óriási felelősség. Tehát olyan emberek, akikre sok ember, sok gyerek oktatása és nevelése van bízva, azok nem kockáztathatják ezt meg. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy ezzel a lehetőséggel miért nem kíván élni valaki. Tehát ez akkora felelősség ennyi embert nevelni, ennyi emberrel egy közösségben lenni, hogy itt kihagyni egy tesztet azért, mert nem kötelező. Ez megmondom őszintén, nekem nehezen feldolgozható, úgyhogy én arra kérnék mindenkit, a saját intézményünkben dolgozó óvópedagógusokat, vagy az iskola pedagógusait, akik hát nem a mi fenntartásunk alatt vannak, tehát egyházi intézményről van szó, közvetlen ráhatásom nincs, de én nagyon nyomatékosan, nagyon szeretném kérni, hogy ezt a tesztelési lehetőséget ne hagyják ki. Túl nagy gond ez. Engem nagyon, nagyon elszomorít és idegesít is, hogyha még mindig vírustagadókkal találkozunk. Őszintén szólva, egy-két hónappal ezelőtt még itt a Vadkerti képviselőtestületben is volt képviselőtársam, aki szerint ez az egész vírus téma, ez egy kamu, ez semmi. De azóta is, ha már ez a vélemény talán változott is, azóta is minden felé járva, időnként azt hallja az ember, hogy nem kell ezzel foglalkozni, át fogunk ezen esni, és ez egy influenzánál alig súlyosabb valami, nem olyan vészes ez, és jobb, ha átesünk rajta. De szerencsére az emberek 99%-ánál ez így is van. De annál az 1%-nál, aki nem tudjuk milyen okból, nem, én főleg nem, mert nem értek hozzá, de akinek súlyosbodik ez a fertőzés, az nagyon-nagyon komoly problémával néz. Nem kell sorolni, mindenki tudja, hogy hány ember halt ebbe bele, és a másik nagyon komoly tét az, hogy egyáltalán az egészségügy működőképes marad-e. Tehát a legsúlyosabb influenza járványnál sincsenek tele a kórházak. Nem 100%-osan kihasználtak a kórházak, nem kell műtéteket elhalasztani, és nem égető az orvoshiány. Amikor a legdurvább influenza is van, tehát látjuk, hogy ez azért sokkal súlyosabb dolog egy ország egészét tekintve. Először ezt láttuk Észak-Olaszországban, most már a bőrünkön tapasztaljuk, úgyhogy valóban szerencsére a többség megúszta viszonylag kisebb problémával, de országos szinten ez egy hatalmas, és nagyon nem mindegy az, hogy az iskolában meddig tart ez a bezárás, kiterjesztik-e az alsó tagozatra, meghosszabbítják-e december 7-e után, mert azt már tavasz óta minden szülő tudja, hogyha meg kell oldani a gyerek felügyeletét, ha otthon kell maradni, ha nem kap akkor fizetést, az mivel jár. Tehát még egyszer, ezért is nem is értem, hogy az iskolánál azt gondoljuk, hogyha most nem tesztelünk, és nem derül ki a esetleges fertőzöttségünk, akkor ezeket megúszhatjuk. Nem, hanem sokkal nagyobb problémát okozhatunk ezzel, ha nem vesszük észre időben. Tehát kicsit úgy a fejünket a homokba dugjuk, és azt gondoljuk, hogy ha most nem tesztelünk, akkor valahogy ezt megúszhatjuk. Ettől sokkal nehezebb a helyzet. Karácsony előtt állunk, nagyon nem mindegy, hogy milyen karácsonyunk lesz. Egyébként se lehet olyan, mint más években, nyilvánvalóan nagyon más karácsonyunk lesz, de legalább azt szeretnénk elérni, hogy a családok szűk körbe együtt lehessenek, minél kevesebb ember hiányozzon egy-egy családból, vagy kerüljön kórházba, vagy,
vagy ellehetetlenüljön akár az egész egészségügy az országban. Tehát én még egyszer azt mondom, sokkal komolyabb ez annál ez a dolog, mint jó néhányan gondolják. Szerencsére a többség azért érzi ennek a súlyát, de nagyon, nagyon aggasztó és nagyon elszomorító, hogy néhányan hogyan gondolkodnak még mindig erről a járványról. 10 000 fő alatti település vagyunk, így nem kötelező a maszk használat köztereken. Ezzel kapcsolatban még polgármester úrnak a benyomásai? Sotvadkerten egyetlen egy az országos szabályokhoz képest szigorítást nem hoztunk. Tehát nem akarunk szigorúbb szabályokat, mint amit az országban előírtak. Például a piacon nincs korlátozás, a bárhol máshol érvényes szabályokat alkalmazzuk mi is. Ugyanakkor azt szeretnénk kérni ezúton is, hogy azt, ami viszont kötelező, azt tartsa be mindenki, és ezen felül még legyen óvatos a saját érdekében. Piacon a polgárőrök segítségét kérjük, hogy mindenkit figyelmeztessenek. Nyilván nem adhatnak senkire maszkot, de azért, ha egy polgárőr megkér erre valakit, akkor szerintem az föl fogja venni ezt a maszkot, és mindenki arra kérünk, hogy ezeket a szabályokat tartsuk be, mert közös érdekünk. Tehát elég nagy a baj már így is, ne legyen ettől még nagyobb. Kijárási tilalmat mennyire, vagy mennyiben ellenőrzik? Ez a rendőrség feladata. Én a rendőrségtől olyan visszajelzést nem kaptam, hogy ezzel itt Vadkerten különösebb gond lenne. Bírságokról sem tudok, vagy legalábbis hozzám nem jutott el. A rendőrség végzi a munkáját, de ezzel nagyobb problémáról én nem tudok. Ezt gondolom, ennek jelentősége a nagyobb városokban van. Ott azért nagyon könnyen, nagyon gyorsan összegyűlik sok ember. Kisebb településeken ez azért nem olyan éles, de nem is tudok problémáról, még egyszer mondom. November 30-ától online oktatásra tért át az általános iskola felső tagozata. A részletekről kérdeztük az intézmény igazgatóját. Az eredetileg tervezettől most némiképpen azért eltérően zajlik a munka az általános iskolában, legalábbis ami a felső tagozatot illeti. Igen, nagyon bíztunk benne, hogy minket elkerül ez a járványügyi helyzet annyira, hogy nem kell elrendelni a digitális oktatást, de köszönhetően az országos felmérésnek, amiben mint pedagógusokat külön is kiemeltek minket, a pénteki teszt során 6 pedagógusunk a felső tagozatban pozitív teszt eredményt produkált, így a minisztériummal egyeztetve kellett elrendelnünk a tantermen kívüli oktatást. Ez a mai naptól, hétfőtől, tehát november 30-ától december 7-ig tart. A hétvégékkel együtt a 10 napot kell ebben a távoktatásban eltölteni, tehát legközelebb december 8-án találkozunk a felsős tanulókkal. Ez a rendelkezés nem érinti az 1-4 évfolyamon tanulókat, valamint a művészetoktatásban részesülőket, tehát számukra úgymond a normál meredben zajlik tovább az oktatás. Most elvileg ugye ezt az időintervallumot kapta az intézmény. Mi van akkor, ne adjék, ha mondjuk a következő héten is egy ilyen eredményt kaptok? Igen, ez is mint opció szerepel a lehetőségekben. Most az elképzelések és a tájékoztatás szerint 4 héten keresztül fognak jönni az iskolába és vizsgálják a pedagógusok egészségi állapotát. Tehát előfordulhat, hogy az esetszám nem csökken, vagy éppen másokon keresztül nő, akkor újabb jelzést kell adnom a minisztérium felé, újabb döntést, tehát sajnos az is benne van a lehetőségek között, hogy most ez nem csak egy hétről lesz, hanem több héten keresztül, de én mindig optimista vagyok, tehát bízom abban, hogy most ez a 10 nap ez számunkra elég arra, hogy minden ki úgymond meggyógyuljon és ezen a víruson átessen. Az intézmény minden dolgozóját, hogyha jól tudom, akkor tesztelik. Milyen időközönként kell ezeket a teszteket elvégezni? Tehát alapvetően a pedagógus munkakörben dolgozóknak kötelező a teszt vagy kell elvégezni a tesztet. Majdnem mondtam, hogy kötelező, de végül nem lett kötelező, tehát egyéni választás, hogy valaki kéri vagy nem kéri. És
A kört azért kiszélesítették, tehát lehetősége van a technikai dolgozóknak is, hogy teszteltessék magukat. A dolgozók többsége azért élt ezzel a lehetőséggel. Most jövő héten lehet, hogy majd az is fog már, aki korábban nem. Úgyhogy számunkra írta ezt a rendelet elő. Fel van készülve az intézmény egyébként az online oktatásra? Most már így visszatekintve az elmúlt fél évre vagy háromnegyed évre, mik a tapasztalatok? A tavaszi tantermek évi oktatás bevezetése és végrehajtása révén úgy gondolom, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezünk, és föl is készültünk arra, hogy bármely pillanatban tudjunk váltani. Tehát már a augusztus végén a munkaterv elkészítésekor erre fölkészültünk, számoltunk, terveztünk azzal, és sajnos már akkor a tendencia jelezte, hogy azért várható, hogy itt ezt a tanévet nem fogjuk megúszni. Úgyhogy ez az átállás, hogy mai naptól már tantermen kívültatás van, úgy gondolom nagyon zökkenőmentesen történik. A tavaszi tapasztalatokból leszűrtük a hiányosságokat, mivel hogyan tudunk még jobban fölkészülni a távutatásra. Tehát úgy gondolom tényleg, hogy mind az eszközellátottság, mind a program kezeléssel kapcsolatban plusz információk adásával is mindenkit, tanulót, tanárt erre felkészítettünk. A csoportokat már, úgymond osztálycsoportokat és az egyéb nyelvi csoportok, tehát ahol bontjuk az osztályokat, kialakítottuk, tehát tényleg minden készen állt, szinte egy gomnyomás, szó szerint egy kattintással ez a rendszer a mai nappal be tudott indulni. Tehát tulajdonképpen, hogyha mondjuk egyik napról a másikra kellene átállni az egész intézménynek az online oktatásra, akkor az sem okozna problémát. Természetesen az sem okozna problémát, és tényleg újra megköszönve a tavaszi időszakban az adakozásokat minden gyermek számára, akiknek sajnos önállóan nem tudták volna családilag megoldani, tudunk eszközöket biztosítani. Van, akinek kinn is maradt a nyár folyamán, mert a konstrukció lényege az volt, hogy aki becsülettel használja ezeket az informatikai eszközöket, azoknál ott is marad. A 60-70%-a ezt meg is értette, megfogadta, úgyhogy a maradék 20-30%-nak pedig most újonnan adjuk ide már csak meghatározott időszakra, tehát most erre az egy hétre, ha hosszabbítják, akkor 2 hétre, de tőlük visszakérjük, mert számukra ez még egy tanulási folyamat, hogy megbecsüljék ezeket az értékeket. Azért nagyon bízom abban, hogy nem kell az egész iskolára kiterjeszteni ezt a távoktatást, mert ezt a médiában is olvashatjuk, és tényleg minden szakmai fórumon ez hangzik el, hogy 1-4 évfolyamon azért ez nem hatékony, nem egy igazán jó rendszer, sem a szülők nem nagyon tudják kezelni, mert nem tud már esetleg szabadságon maradni, és kisgyermeket nem tud otthon tartani egyedül felügyelet nélkül, illetve a tanulási készség sem olyan a számukra egy tantermen kívül oktatásban, abszolút nem tudjuk azt helyettesíteni, amit a tanítónéni szaktudása a személyes jelenlétével biztosít. Mennyire megy egyébként általában minden ugye megszokott kerékvágásban ezen kívül, mert nyilván itt van a téli időszak, karácsonyi ünnepség, Mikulás ünnepség, mik ezekkel a tervek? Kicsit kibővíteném, tehát egyrészt a szeptemberi korlátozó intézkedésekkel párhuzamosan egyrészt maszkban kell a gyerekeknek nagyrészt tartózkodni az iskolában, ez sem egy megszokott módja az oktatásnak. Tantermekben igaz nem kötelező, de valaki ott is használja, de folyosókon, közösségi terekben elvárjuk és kötelezzük ennek használatát. Az osztályok nem vándorolnak most már 90%-ban, tehát úgymond visszatértünk a 70-es évek előtti időszakra, amikor is minden osztálynak saját tanterme van, és a tanárok váltják egymást a különböző órákon, és csak a legszükségesebb bontások, ez maradt a nyelvi órák, a névócsoportos matematika oktatás, valamint a testnevelés órák, amikor a gyerekek elhagyják a tantermeiket. A értekezletek az iskolában online módon történnek, tehát most már tanárokat sem hívjuk össze nevelési értekezeten, ez nálunk minden hónapban 2 hétfőt jelent, egy vezetőségit és egy nevelőtestületi értekezetet, ezeket most már online módon történnek. Tehát már így maga az a normál oktatás kicsit változik, sőt
programokat sem tudunk úgy megszervezni, tehát ilyen nyomatékosan kérte a minisztérium, hogy a nagyobb összejöveteleket mellőzzük, tehát már taninyitónk sem úgy zajlott, ahogy korábban, de a délutáni foglalkozásoknál, tehát például énekkar, ami egy ilyen szempontból talán még veszélyesebb, mert általában a hang úgy, a levegő útján is, hogy a szájon át jobban terjednek a vírusok, tehát ott is meg kellett bontani az énekkari próbákat. De valóban, ami most lett volna novemberben, mártonnapi megemlékezés, azt sem tudtuk már megtartani. Karácsonyi ünnepségre is úgy készülünk, hogy majd videóra fölveszünk egy kis műsort, és majd azt fogjuk a gyerekeknek online módon lejátszani. A reggeli állítataink, ami minden hétfőn azzal kezdődik, mint egyháziskola a heti program, ez is most online módon, az iskolarádión keresztül történik. Egy-egy esetben próbáljuk fölvenni, és akkor kivetíteni a lelkészünknek az állítatát. Tehát több olyan pontja van az iskolájátnak, amit azért közvetlenül is érint ez a vírus helyzet. Mindent meg lehet szokni, mindenhez lehet alkalmazkodni, gyerekek is rugalmasak, úgy gondolom a kollégáim is fölkészültek, és próbáljuk ebből a lehető legtöbbet kihozni. A szülők is 99%-ban támogatóak. Sajnos el kell mondanom, hogy egy-két szülő nehezen érti meg, hogy ez az intézkedések a gyerekek és a dolgozók védelmét, közvetve a hozzátartozók védelmét szolgálják. Mi mindig van egy-két fő, aki nem nagyon akarja, hogy a gyermeke maszkot hordjon például. Csak attól, mert másképpen zajlanak most a dolgok, az élet azért nem áll meg az intézményben sem, mert hogy most egy új projekt valósult meg például. Igen, tehát örömben azért legyenek mindig örömök is, tehát mi is próbálkozunk továbbra is minden lehetőséget megragadni, hogy az iskola tovább szépüljön és fejlődjön. Ugye az elmúlt években két nagy pályázati program, ezek szakmai program zárult le, amit most ebben a vírushelyzetben azért nem teljes módon tudunk úgy folytatni, ahogy ezt lehetne egyébként, de maga az infrastruktúra fejlesztés, az hál' Isten nagyon szépen halad tovább, és valóban a mai nap vehette birtokában az iskola tanulósága az új játszóterünket, vagy megújított játszóterünket, hát illetve mai nap csak még az első 4 évfolyam. Egyházi pályázat révén 30 millió forintos beruházásból egy teljesen újszerű, szép, megújított játszóteret alakítottunk ki az úgynevezett Dombi épület előtt. Ott volt már játszótér, tehát mondhatnám, hogy felújítás, de mégiscsak egy teljesen új, mert ami ott volt, ott mindent megszüntettünk, és egy teljesen új alzattal, színes dekorációval és nagyon korszerű és dekoratív játékokkal készült el ez a tér, kiegészítve most már divatos szabadtéri fitness eszközökkel. A szülői munkaközösség és a Sótvatkert Gyermekért Alapítvány összefogásával, pályázatával ezt tudtuk úgy kiszélesíteni, hogy a sportpályához közelebbi játszótér lett felújítva, innen a úgymond régebbi területről a úgymond régebbi játékokat is áthelyeztük oda a sportpálya mellé, illetve új ajzatot kapott az a rész, tehát az egy 2 millió forintos beruházásból lett teljesen megújítva, faanyagok felújítva, és tényleg az is, hogy mindennek megfeleljen. Ebben egyébként a fő kivitelező ennek az új játszótérnek a megépítésében a kiskörösi Gardner-Orr Kft. Volt, Csányi Norbert ügyvezető irányításával. Úgy gondolom, igyekeztek ők is minél több mindent megvalósítani, és tényleg ezt a nagy összegnek tűnő 30 millió forintot tartalommal megtölteni. Javaslom mindenkinek, hogy látogassák meg, mivel iskolánk nyitott ezzel a csipes rendszerrel, a tanítási idő után hétvégén bárki hozhatja gyermekét, úgyhogy tényleg nagyon sok új dolog az, amivel találkozhat. A kisgörösi Szólam Alapfokú Művészeti Iskola 3 trombitás diákja kivívta a továbbjutást a 15. Lubik Imre országos trombita verseny döntőjébe Zalaegerszegre. Közöttük van Újvári Bálint, aki Soltvadkertről jár át Kisgörösre, hogy Mózer Istvántól tanulhasson. Thank you.
Szeretném, ha egy kicsit mesélnél magadról. Hát Újvári Bálint vagyok, és 5. osztályba járok, szeretek focizni, és most jutottam be ugye a országos romita verseny döntőjébe. Sosvadkerten lakok. Mikor kezdtél a zenével foglalkozni? Mikor? 4 éve. Első osztályban. Ja, azt hittem 4 évesen. 4 éve? Nem, 4 éve. Aha, és ki volt akkor a tanár? Fuchs Attila, Akasztón laktunk még akkor. 1 éve költöztünk ide Sosvadkertre, ugye? És akkor úgy volt, hogy fulujáztam, és akkor utána Attila bácsi behozott nekem egy trombitát, és akkor mondja, hogy akarok ezen fújni, és akkor mondom, hogy akarok, és akkor így indult. Tehát Attila bácsi választott neked hangszert, de te is szeretted volna. Igen, én szerettem volna. A trombitát. És utána hogy folytatódott? Hát utána megkaptam Nagy Mátét, és utána pedig jöttem 1 éve ide István bácsihoz. Akkor egy kicsit erről a versenyről beszélgessünk, jó? Hát sokat készültem, ugye? Be kellett sokszor ugye jönnöm, mert digitálisan volt ez a verseny, és hétvégente is rengeteget hajtottak engem a szüleim, hogy gyakoroljak. Igen. Uh-huh. Ez a digitálisan volt, erről mesélj nekem. Mit jelent ez? Hát például fel kell venni kamerára, és úgy kell beküldeni. Volt egy határidő, és addig kellett beküldeni. Igen. Uh-huh. A darabokról mesélj. Tudom, hogy volt egy kötelező, és volt egy szabadon választott. Mi volt a kötelező, és mi volt a szabadon? Jó, a kötelező volt a Pörszül, Tromitoszó és Ália, és szabadon választott meg Bürg Müller Tarantella volt. És ezt a Tarantellát, ezt te választottad, vagy István bácsi? Hát úgy volt, hogy elkezdtünk keresgélni, és végül is erre lyukadtunk, hogy ezt fogom megtanulni, meg ezt is akartam. Úgyhogy, És előtte már tudtad, vagy erre a versenyre tanultad? Nem tudtam, hanem elővett a kocsát, és akkor megtanultam. Azt mondtad, hogy sokat gyakorolsz. Igen, rengeteg. Az mit jelent? Mennyi időt veszel ez a napodból, hogy hát, készülj? Hát, fél órát körülbelül. Fél órát gyakorolsz naponta? Hát, igen. Uh-huh. És hány alkalommal jársz a zenéiskolába István bácsihoz? Hát, kedden és csütörtökön szoktam, 2 naponta szoktam. Anyáik mit szólnak ahhoz, hogy trombitálsz? Hát, amikor én hazahoztam a trombitát, még, és akkor azt mondták, hogy túl hangos lesz, úgyhogy nem nagyon örültek neki elején, utána meg már beletörődtek, úgy is hallgatták. És mit szóltak, amikor meghallották, hogy bejutottál az országos trombita versenybe? Hát, gratulált anyukám, meg amikor tesi óra volt iskolába, apa mondja nekem, hogy jó hír van, jó, hogy jó hírt hozott, és akkor mondta nekem, hogy főhívta István bácsit, és tovább jutottam a versenybe. És az országos versenyen is ugyanez a 2 darab lesz? Nem, hanem lesz egy kötelező, amelyik másik. Azt mondjam a nevét? Hát igen, mondja. Hát most a szerzőt én nem tudom, de a Sugárdal és Táncot fogom előadni. Ez a Tarantella. Nem, igen, ez a kötelező, és szabadon választott, meg marad a Tarantella. Uh-huh. A Tarantella, ez könnyű darab? Hát nem, könnyű darab. Könnyű? Nem, könnyű darab. Mi a nehézsége? Hát gyorsan kell játszani, meg felső hangok is rengeteg, nehéz hangot, kifújó hangot kell kifújni. Mm. Igen. És az országos versenyre a kötelező darabot játszottad már, vagy ismered? Hát nem ismertem, hanem könyvben benne volt, és akkor ezt is meg kell tanulnom. És arról mi a véleményed? Nehéz lesz megtanulni? Könnyebb. Hogy ez könnyebb volt, mint az előző, az hosszabb is volt, úgyhogy ez könnyű lesz megtanulni. Uh-huh. Mikor lesz az országos verseny? Április 20, most én nem tudom, áprilisban. Tehát akkor még 24. sok időd van arra, hogy gyakoroljál, ugye? Igen, sok időm van. Uh-huh. Kell is, hogy gyakoroljál, hiszen azért nagy dolog bejutni egy országos trombita versenybe. Igen. Jó, oké. Gratulálok neked. Köszönöm szépen.
nagy öröm egy pedagógusnak, hogyha a tanítványa bejut egy ilyen magas szintű versenyre, egy országos versenyre, de a három az háromszoros öröm? Igen, mondhatom, hogy háromszoros öröm. Négy növendéket indítottam, és ebből három tényleg tovább jutott a döntőbe. A döntőbe körülbelül 10 és 20 fő jut be egy-egy korcsoportba. 5 korcsoport van. Úgyhogy tényleg ez nagy dolog. Az országban nagyon sok zeneiskola van, és nagyon sok a trombita legismertebb, leghíresebb részfúvós hangszer. Azon tényleg sok növendék tanul, és sok tanár szeretne, vagy indít növendékeket. Ez milyen korosztályt jelent? Ugye három korosztály? 5 korosztály van, gyakorlatilag a kisiskolástól az érettségig, a gimnázium 12. iskolában. És a te tanítványaid, ők hány évesek? Hát nekem általában 15 és 7 éves körül tanítványaim. Hát, mert nem mindegy, hogy valaki 2 éve trombitál, 5 éve, vagy még hosszabb ideje, igen. De akkor ezek szerint ők nem olyan hosszú ideje trombitálnak. Nem, ők az első korcsoportból jutott be 2 növendékem, és a második korcsoportba 1 növendékem, így jött a 3 növendék, aki tovább jutott az országos döntőbe. És azt a 4 trombitást, akiket kiválasztottál, mi alapján választottad ki? A szorgalmuk alapján, a tehetségük alapján, a hozzáállásuk alapján, mi volt a fő szempont? Ez mind számít, igen. Elsősorban a hozzáállás. Szóval akit megkérdezek, hogy szeretnél egy ilyen országos versenyen részt venni, előtte van a válogató, ami Szegeden van, hogy egyáltalán megmérettetnéd-e magad, ahhoz viszont nagyon sokat kell gyakorolni, megbeszélem a szülőkkel is, hogy lesz-e elég ideje és ereje kitartása a gyereknek, és ha rábólintanak, hogy igen, akkor ott nincs más, ott minden nap trombitálunk, és hétvégén is ez beletartozik, különben nincs eredmény. Igen, tehát a szülők is fontosak ebben a... Legfontosabb a gyerekeknél. Meg neked is gondolom. Főleg Soltvadkertinél, akit el kell hozni minden nap. Szóval ez nagyon nagy dolog. Hát meg abból a szempontból, hogy mondják, hogy tehát ösztönözzék arra, hogy gyakoroljon, hiszen anélkül nincs siker. Úgyhogy örülök, hogy a Bálintnak is sikerült. Igaz, hogy ő egy éve jár, tavaly kezdett csak nálam, mert előtte Soltra járt zeneiskolába, de vette az akadályt, és sikerült neki bejutni a döntőbe. Akkor most tőled is megkérdezem, hogy milyen nehézségi szintűek ezek a darabok, amiket a Bálint eljátszott a területi versenyen. Hát a korosztályához képest nehezek. Szóval ez nehezebb, mint a többi tanítványomnak, amit tanulni kell, vagy más zeneiskolákban. Ez azért egy komolyabb műveket adnak elő. Uh-huh. A legtehetségesebbek jutnak tovább. És ennek a tarantellának mi volt a nehézsége? Ezt már Bálintot. Hát ebben a korcsoportban ilyen lassabb számokat szoktak játszani. Ő azért egy technikás darabot játszik, magas hangok vannak benne, gyors darabot, úgyhogy ez szerintem ott azért fog ütni, hogyha szépen eljátsza. Uh-huh. És azok a darabok, amikkel készültök az országos versenyre? Úgy van, hogy 2 kötelező nóta van, és 2 szabadon választott. Ez a verseny 3 napos. Az első nap van, amit Szegedre vittünk, az a 2 szám. A másik napon egy új kötelező darab, és még egy szabadon választott. Szóval 4 számot kell igazából megtanulni. A Bálinttal már egyet elkezdtünk most venni, bár még eddig nem tudtuk, hogy tovább jutottunk a döntőbe. És most majd újra nagy lendülettel nekiállunk, és április végén lesz, reméljük, a vírushelyzet engedi az országos döntő Zalaegerszegen. Ennek az országos versenynek ott Zalaegerszegen van egy névadója. Róla mit kell tudni? Ő híres trombita művész? Igen, Lubik Imre egy 50 évvel ezelőtt egy nagyon híres magyar trombitás volt, a Zeneakadémia tanára volt, és utána meghalt, és az ő nevét, mivel nagyon híres volt, ezért az ő nevéről kapta ez a trombita verseny a nevét. Hát akkor jó felkészülést kívánok, és sok sikert! Nagyon szépen köszönjük!
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt a Soltvadkerti TM megyei első osztályban szereplő labdarúgó csapata számára is véget ért a bajnokság. A labdarúgó szakosztály elnökével az őszi idényt értékeltük. Úgy tűnik, hogy a megyei első osztályi labdarúgó bajnokságnak vége szakadt az idei évre. Mit lehet tudni a versenysorozatról? Ti milyen információkat kaptatok? Hogyan zárul az ősz számotokra? Hát igen, ez megint egy kicsit bonyolódik a helyzet. Ugye kaptuk a szövetségtől hétfő még azt, hogy milyen amatőr sport megszűnik. Erre kedden kaptunk egy olyan jelzést, hogy mégis lehet folytatni, de viszont önként. Több csapatvezető így szerdán körbe telefonálta egymást, és végül is úgy döntöttünk csapatvezetők, szinte a megye első osztályban mindenki, hogy az egészség többet számít, mint egy-két mérkőzés. Ugye nem tudjuk, hogy ki beteg, ki nem beteg, most már ugye egyre több helyről lehetett hallani több csapatnál, hogy felmerültek pozitív esetek. Így úgy döntöttünk, hogy inkább nem játsszuk le az idei szezonban a mérkőzéseket, majd a szövetségre bízzuk, hogy ezt majd a jövő tavaszi szezonban hogyan tudjuk lejátszani a mérkőzéseket, de tehát úgy néz ki, hogy most már az idén akkor befejeződött a bajnokság. Azért a csapat számára, ha mondhatom így, nem úgy sikerült talán ez az ősz, ahogy elterveztétek. Ha értékelned kellene a gárda teljesítményét, akkor ezt hogyan tennéd meg? Hát igen, ugye kezdődtek nyáron ugye a problémáink, ugye, hogy több játékos elment a csapattól. Ugye tisztában voltunk vele, hogy fogunk gyengülni, azért sikerült igazolnunk helyettük egy pár játékos, de éreztük, hogy azt az elvárást, amit az előző évben kitűztünk, azt most nem fogjuk tudni kitűzni, de sajnos ahogy jöttek a mérkőzések, egyre rosszabb eredmények születtek számunkra. Eleinte még ugye többször volt, hogy nem volt szerencsénk, mindig egy kicsi múlott az, hogy pontokat szerezzünk, és ugye ahogy jött ez a rossz széria egyre jobban, így a csapat egyre mélyebbre ásta magát sajnos, ugye az idei évben is kellett ugye edzőt váltanunk ezáltal, tehát elmondhatjuk, hogy sajnos egy nagyon rossz őszt futunk, ugye még nem tudtunk mérkőzést nyerni, ugye 4 döntetlen tudtunk szerezni. Hát mondhatjuk azt, hogy nekünk lehet, hogy jó is jött ez a kényszerpihenő, hogy össze tudjuk szedni itt a télen a csapatot fejbe is, fizikálisan is, mentálisan is, mert tényleg ez az ősz nem túl jól sikerült számunkra. Amennyiben az őszi szezont tekintjük, akkor ha lehetne kiemelni olyan találkozót, amelyen a csapat a legjobb teljesítményt nyújtotta, illetve a legrosszabbat, akkor ezt te hogyan látod? Hát ugye a legrosszabb éppen a múlt héten történt a Kiskunfélegyház ellen, jött egy 5-1-es vereséget szenvedtünk, ott látszott a csapaton tényleg, hogy teljesen szétesett mentálisan, és ott már láttuk, hogy nem is tudom, hogy tudnánk ebből a gödörből kijönni. Tehát ott éreztem azt a második félidőből, kiállításunk is volt, ugye, hogy ott tényleg nagyon rosszul is játszottunk, és tényleg nem volt a mérkőzéshez igazán közünk. A legjobb mérkőzésünk az a Kerekegyház ellen mondható, amikor ugye 3-0-ról sikerült felállnunk, ugye 3-3-as eredmény született. Ott éreztem a csapatban azt, hogy esetleg átlendülhetünk egy jobb szériára, hogy tényleg egy ilyen mély pontról, egy 3-0-ról fel tudtunk állni, és 3-3 után még nekünk volt lehetőségünk a győzelemre, akkor éreztem a csapatban igazán tüzet, meg játékban is azt, amit elvárnánk tőlük. Most következik akkor egy szünet, mire használjátok ki a szakosztályvezetés, a klubvezetés, esetleg a játékosok, hiszen azt hiszem, hogy az alapokat majd el kell kezdeni lerakni a tavaszi szezonra. Hát igen, most, hogy hamarabb is fog kezdeni a bajnokság valószínűleg azért több héttel, tehát rövidebb lesz a pihenőidő is. Tehát kell gondolni tényleg azt, hogy a felkészülés is, hogy milyen folyamatokban zajlik majd le. Köztudottan ugye télen nem is tudnak a játékosok mozogni, mert sehol nem lehet ugye teremtornákat tartani, tehát teljesen tulajdonképpen le fog ülni a társaság, tehát itt időben el kell kezdeni az edzéseket, játékba kell őket hozni minél előbb, ugye minél több edzőmérkőzést kell játszani, és hát majd megpróbálnak megerősíteni valahogy a csapatot, de köztudottan ugye télen ilyenkor nagyon nehéz igazolni, mert nem kötelesek a csapatok elengedni a játékosokat, ha valakit mégis elengednek, azért nagy összegeket kérnek, tehát igazán megerősíteni nagyon nehéz lesz a csapatot, de szeretnénk. Ez mellett tényleg azt, hogy egy olyan munkát elvégezni, amivel egy jobb tavaszt tudnánk zárni.
említetted az erősítéseket, van-e esetleg már kiszemelt, vagy vannak-e már kiszemelt játékosok? Hát gondolom, vannak kiszemelt játékosok, de igazán nem szeretnék róluk beszélni, ugye, de vannak, tehát vannak játékosok. Edző személyében esetleg a klubvezetésben lesz-e változás, erről mit lehet tudni? Igazán erről még nem volt szó, tehát edzői poszton még nem gondolkoztunk, hogy most Attilát se kérdeztük meg, hogy a továbbiakban lát benne fantáziát, hogy szeretne a csapat mellett dolgozni, tehát erről még nem volt szó igazán. Láttuk az elmúlt években, hogy komoly fejlesztéseken jutott át, illetve esett át a sporttelep. A közeljövőben láthatunk-e még hasonlókat? Mi a helyzet itt a pályázatokkal, egyéb dolgokkal? Hát sajnos most már azért a pályázatok egyre kevesebb van, ugye egyre kevesebb TAO-s pénz folyik be ugye az elosztásokban. Ugye nekünk most még befejezésre vár ez a sátor, amit ugye most már majdnem készen van, szerkezet kész az épület, már csak a sátort várjuk rá, csak itt a betegségek miatt sajnos a kivitelezőnél is felmerültek, ugye pozitív munkások, akik nem tudják most sajnos befejezni a munkát. De igazán mi most jelen pillanatban más nem is tervezünk, mert én úgy tudom, nincs is keret arra, hogy itt most további fejlesztések legyenek, akár a megyében, akár országosan. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.